A kezdetektől fogva nem csak Paksban gondolkodtak az atomerőmű bővítésen dolgozó szakemberek, hanem a tágabb értelemben vett régió fejlesztésére is kihatással lesz a két új blokk építése. Süli János miniszter Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy és Tolna megye kormány megbízottjait és megyei elnökeit tájékoztatta a projekt állásáról. Az atomerőmű bővítés felfutása 2022-re várható, eddigre a térséget alkalmassá kell tenni a beruházás lebonyolítására, ezért a kormány 187 milliárd forintos felújítási programról is döntött, ami jó részt a Paks környéki 47 település közútjait érinti majd, de a tágabb értelemben vett régió egészére hatással lesz az építkezés. Azt képviseljük, hogy nekünk is van autópályánk, vannak egyetemeink, vannak kihelyezett egyetemi karok, van Baján vízügyi képzés, a mi régiónk is bír olyan adottságokkal, mint az ország más régiói. A megyék vezetői óriási lehetőségnek tekintik a beruházást. Biztos vagyok benne, hogy több fejlesztést és lehetőséget tartogat magában, mint az elmúlt évek topos pályázatai és lehetőségei, hiszen fontos az, hogy a legkisebb településének is megtaláljuk a lehetőségét, azokat a profilokat, amiben ők tudnak hozzájárulni ehhez a fejlesztéshez. A területi operatív programban is számos olyan települési projekt van, amely marginálisan vagy pedig direkt módon kapcsolódik az atomerőműépítéshez. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos történet lesz a megye életében. Ismét léphetünk előre azon a ranglétrán, ami egy képzeletbeli ranglétra a megyék között, és emelkedhetünk akár a GDP egy főre jutó arányában. A területfejlesztésben a kormányhivataloknak is meghatározó feladatuk lesz, ők adnak engedélyeket az egyes beruházások megvalósítására. Folyamatosan készülünk arra a feladatra, ami elsősorban a kerítésen kívüli beruházások kapcsán ránk fog hárulni. Az ipar is fejlődésnek indulhat az építkezéssel, a megbeszélés helyszínét biztosító fémipari cég is szeretne részt venni Paks 2 építési munkáiban. Ugye az elmúlt két évben 6 rosszatomos delegáció volt már nálunk, aki ugye megnézett minket, nézte a lehetőséget, és nem titkoljuk el, mi is ugye persze lobbizunk is ebben. A miniszter elmondta, a kormány határozott döntése, hogy fel fogja építeni a két új blokkot, jelenleg a több százezer oldalas létesítési engedélykérelem összeállítása adja a legtöbb feladatot. A cél, hogy egy időjárástól függetlenül működő alaperőművet építsenek, ami biztosítja az ipar számára is az olcsó villamos energiát.